Száraz György könyvei, a kiválasztottak titkos tudása, a lelkekbe és az erekjébe rejtett információk, Istenek beavatásai, az egyiptomi misztérium iskolák, az élet mágikus alapelvei, személyiségfejlesztő mesterkurzus, a magyarok beavatása, ősi napvallásunk szent ösvényén, megrendelhetők a napvallás.hu oldalon. A Szent Korona rejtélyei, harmadik rész. A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben használt és épségben megmaradt koronája. A magyar államiság egyik jelképe. A Szent Korona tan a magyar alkotmányosság alapja volt az Anjou-kor végétől egészen a II. Világháború befejezéséig. Eme tan szerint az ország alaptörvényének és jogrendszerének végső forrása a Szent Korona. A hagyomány szerint 1038. augusztus 15-én, Nagy Boldogasszony napján, Első István király a Szent Korona képében fölajánlotta Magyarországot Szűz Máriának, így válhatott a magyar koronázás ékszerből az államiság jelképe. Egy 800 éves legenda szerint a Szent Koronát, vagy annak felső részét, II. Szilveszter pápa küldte Asztrik érsek révén Első István királyunknak megkoronázása céljából. E mítosz Hartwig püspök legendáján alapul, amelyet Könyves Kálmán kérésére írt. Innen jutott a köztudatba, és terjedt el világszerte az a feltevés, miszerint ez Szent István koronája. Hartwig legendája azt is említi, hogy az ő idejében a székesfehérvári királyi kincstár már tartalmazhatott egy koronát, amelyről akkoriban úgy tudták, hogy a pápától érkezett, vagy legalábbis Első Istváné volt. Egy másik korábbi és nagyobbnak megénekelt legenda, amelyet 1083 körül állítottak össze, elregéli, hogy az apja halála utáni 5. évben pápai levelet és áldást hoztak neki, és Istvánt, Isten kiválasztottját, királlyá emelték, felkenték olajjal, és szerencsésen megkoronázták a királyi diadémmal. Ez a legenda minden bizonnyal nem hagyta volna szó nélkül, ha ez a korona a pápától érkezett volna. A kérdés úgy látszik, örökre vita téma marad. Vajon a Szent Korona felső része valóban István királyé volt? 1978-ban úgy tűnt, hogy a kérdés végképp eldől, ugyanis a koronát alapos vizsgálatnak vetették alá. Így nyert megállapítást, hogy a korona alsó és felső részének stílusa és gyártási technikája merőben eltér, és ebből az a következtetés szűrhető le, hogy két különböző helyen és korszakban készült a latin és a görög korona. Ám az 1978-as esztendőben induló időszak nem a megfejtések és a lezárások éveinek bizonyult, hanem a rejtélyek kezdetének. A Szent Korona hivatalos története Dióhéjban. A Szent Korona kifejezéssel 4. Béla egyik oklevelében találkozhatunk először. Az Árpádház kihalását követően 2. Vencel 1304-ben a koronázási ékszereket a Szent Koronával együtt Prágába vitte. Az 1305. augusztus 18-án megkötött német-cseh béke egyik feltétele úgy szólt, hogy utóda, 3. Vencel lemond a magyar trónról és a koronázási jelvényeket visszaszolgáltatja. Első Albert, német király, nem saját magának követelte a Szent Koronát, hanem anyai unokaöccsének, Károly Róbertnek kívánta megszerezni. Vencel annak rendje és módja szerint 1305. október 9-én Brünnben ünnepélyesen lemondott a magyar trónhoz való jogáról, de a koronát szövetségesének, Bajor Ottónak adta át. Ottó Magyarországra jövetele nem volt veszélytelen, ezért Ottó a képes krónika ábrázolása szerint egy nagyobb kulacshoz hasonló csobolyót, úgyis hívják, hogy lábas kulacs, készítetett, és abba rejtette a Szent Koronát. Az egyik éjszaka folyamán a csobolyó a földre esett, és Ottó csak másnap este találta meg. A Szent Korona kutatói közül egyesek a kereszt ferdességét a csobolyó leesésének következményeként magyarázták. 1307 elején Ottó Erdélybe indult. Kán László elfogta a magyar királyt a nála lévő Szent Koronával együtt. Ottó csak néhány hónapos rabság után váltságdíj ígéretével szabadult, és feladva a magyarországi uralmi terveit Bajorországba távozott. 1309. június 15-én Budán Tamás esztergomi érsek királlyá koronázta Károly Róbertet, de mivel a Szent Korona még mindig az erdélyi vajda kezében volt, alkalmi koronát használt hozzá. Ezzel megszegte a hagyományt és a magyar szokásjogot, miszerint csak Fehérváron,
az esztergomiesek által és a Szent Koronával történt koronázás érvényes. Ezért Kán Lászlót 1310. augusztus 20-án újra megkoronázták. Duradzói II. Károly, nápolyi király 1385-ben a magyar belviszályokon felbátorodva megszerezte a koronát, és királyá koronázta magát. Mária anyakirályné elfogta, majd megölette Károlyt, akit a pápa is kiátkozott. Ezt követően a korona Mária, Zsigmond, majd Albert fejére szállt. Döbbenetes esemény, de tény, hogy 1440. február 21-én Kottanner Jánosné, a királyné udvarhölgye Visegrádon ellopta a koronát, midőn egy vánkosba rejtve Komáromba vitte. Ezzel lehetővé tette 5. László megkoronázását, s a korona Frigyes császár kezére jutását, valamint meghiúsította első Ulászló trónra emelkedését. A koronát első Mátyás király szerezte vissza, 3. Frigyestől 80 000 aranyforintért. Majd Fehérváron koronázták meg Mátyást 1464. március 29-én a Szent Koronával. Az 1526-os Mohácsi csata után a koronát II. Lajos özvegye Habsburg Mária átadta első Ferdinándnak, a koronázó ceremóniára pedig 1527. novemberében került sor. Ez volt az utolsó fehérvári koronázás. 1848. december 30-án Kossuth Lajos, a Honvédelmi Bizottmány elnöke, Magyarország kormányzója, Debrecenbe szállította a Szent Koronát. Végül az utolsó magyar koronázásra 1916. december 30-án került sor Budapesten, amikor IV. Károly és Zita Bourbon hercegnő fejére tették a Szent Koronát. 1919-ben megszüntették a Szent Korona és a koronázási jelvények őrzésének törvényét, amelyet 1920-ban visszaállítottak. 1944. novemberében védelem alá helyezték, 1945. márciusában az ausztriai Mariazellbe, majd onnan Máciba szállították és elásták. Ugyanebben az évben Augsburgba, majd Frankfurtba került. 1951 és 1978 között az Amerikai Egyesült Államok Fort Knox katonai támaszpontján tárolták. Érdekes, hogy az Európából Amerikába átszállított Szent Korona ládáján állítólag ez a felirat állt. Sugárzás veszélyes repülő tárgy. 1978. januárjában a Szent Korona hazaérkezett. A Magyar Nemzeti Múzeumban állították ki. 1999. december 21-én az országgyűlés elfogadta a Szent Koronáról szóló 2000. évi első törvényt, 2000. január 1-én a parlament kupolacsarnokában állították ki. Mikor készült a Szent Korona? A hivatalos álláspont alapján a szakértők egy része az alsó koronarészt Dukász Mihályhoz köti Veszprémi István debreceni orvosprofesszor 1790-es leírása alapján. Egy támpontunk van. Idézem, bíborban születetnek kell lennie, mert ez szerepel a feliratában. Megjegyzem, ilyenből több is volt Bizánc történelmében. Sőt, az sem egyértelmű, hogy Géza azonos-e a mi első Gézánkkal, mert neve archaikus formában maradt csak fenn. Két dátum tűnik valószínűnek, ami behatárolja a korona keletkezésének, illetve elkészítésének időpontját. Körülbelül 1070, mely Dukász Mihály és első Géza közös uralkodásának kezdetére utal, illetve a másik az ezres év, ami előtt nem készülhetett a korona. Miért? Mert a kereszténység felvételét első Szent István nevéhez kapcsolják. Itt jön egy másik történészkör, amelyik nem kevesebbet állít, mint hogy a pápa és a korona kapcsolata igencsak megkérdőjelezhető. A történészi kutatás szempontjából nagyon kevés adat áll rendelkezésre, ráadásul az is kétes arra nézve, hogy a korona Rómából érkezett volna. Egy kortárs történetíró, Tiermár von Merseburg beszámolójából kiderül, hogy a koronám et benedictionem accepit formula nem jelenti azt, hogy a pápa koronát küldött volna Vajknak, hanem csupán annyit tesz,
hogy egy koronázásra áldását adja. Ráadásul a koronaszó nem kifejezetten tárgyra céloz, hanem sokkal inkább szimbolikus jelentésű. A másik sarkalatos egyszer mint feletté vitatható kérdés, hogy a kereszténység Szent István megkoronázásával vette volna kezdetét magyar földön. Az kétségtelennek tűnik, hogy a magyar szent korona képi elrendezésében egy keresztény programmal találkozhatunk. Azonban több kutató is arra hívja fel a figyelmet, hogy ez nem római és nem görög keresztény program. Sokkal inkább egy mellékág a maniheista kereszténységé. Amennyiben a maniheista dokumentumokat áttanulmányozzuk, észrevehetjük, hogy az évkör nem más, mint a fény felszabadításának a története. Tehát, amit a Szent Korona esetében a szentek sorrendje mutat, az voltaképpen a fény felszabadításának művelete. Ennek részleteibe ehelyütt nem mennék bele. A lényegre tapintva viszont megjegyzendő, hogy az egyház soha nem ismerte el ezt az irányzatot, illetve eszmerendszert. Ezek után felvetődik a kérdés, hogy ha a koronánk a maniheista rendszer alapján tartalmazza a küldetési programját, viszont az egyház ezt nem ismeri el, akkor vajon adhatta-e a pápa, az egyház feje ezt a koronát a magyar királynak, vagy sem? Ha valaki nem ismeri a Szent Korona működését, akkor miért ajándékozza azt a magyarságnak? Vagy ha még részben ismeri is, akkor ugyanúgy megválaszolatlan marad a kérdés. Tegyük fel az idevágó kérdést. Miért ez a programja, és kitől származik ez a program? Nos, először is fontos tudni, hogy a maniheizmust Maniról nevezték el. Ő egy vallásalapítónak nevezhető személy volt, azonban a hagyomány szerint ő is valakitől kapta a tudást és a bölcsességet. Őt Buddhásznak hívták. A kutatások kimutatták, hogy Buddhász azonos Buddhával vagy Buddhával, a buddhizmus alapítójával. A tanítványi láncolat felgöngyölítését folytatva megtudhatjuk, hogy Buddhász mestere Szkítiánosz volt. Ebből viszont az tűnik ki, hogy a szkíta bölcsesség a maniheista tanítások fő forrása. S kik azok az apostolok, akik közvetítik a koronán keresztül a szkíta bölcsességet? András és Fülöp apostolok, a szkíta térítők. Mindezek tükrében térjünk vissza a korona két oda nem illő zománc képére. Ha figyelembe vesszük a hónaprendet, akkor az egyik személy az ikrek havából hiányzik. Őt május 21-e és 31-e között kéne megtalálni. A másik hiányzó személy a halak havában február 21 és 28 között lehet. A koronán jelenleg Géza és Konstantin látható, azonban sosem voltak ilyen nevű szentek a nyugati egyházban. De akkor kinek a helyét vehette át ez a kettős? A maniheizmus legnagyobb ünnepét február 26-án tartják. Ez Béma ünnepe. Ez Máni mennybe menetelének ünnepe. Mánit azonban a belső ázsiai térségben a térítések folyamán nem Maniként, hanem Buddhaként emlegették. A másik hiányzó kép, ez már nem lesz meglepő, Etele, vagyis Attila, akinek a helyébe Konstantin került. Ez a hátsó képpáról előadott elképzelés Pap Gábor professzor hipotézise. Tehát, ahogyan olyan gyakran szokták mondani, nem bizonyított, pedig számomra eléggé meggyőzően hangzik. Annyi azonban bizonyosra vehető, hogy a magyar szent korona időszámításunk szerint 1000 előtti készítésének nincs semmilyen akadálya. A legmegbízhatóbb német szakirodalom az 5.-6. század fordulója tájára teszi a korona alsó részének elkészítési dátumát, ez pedig Attila és utódainak kora. Bőti Mihály, a koronát kutató mérnökcsoport egyik tagja vetette fel annak lehetőségét, hogy a korona szerepelhetett az úgynevezett avar kincsben. Tehát az elmélet szerint Nagy Károly idejében rabolták el a koronát, mert hogy annak szerepelnie kellett az avar kincstárban. Ez egyébként azért nem földtől elrugaszkodott teória, mert az Árpád-házi királyok kincstárában is voltak Attila kincsek. Folytatva a gondolatmenetet, a történész odajukat ki, hogy a korona Nagy Károlytól a pápához került. Majd következtek a kalandozások, amelyeket egyes történészek nem vadportyázásoknak, fosztogatásoknak látnak,
hanem, mint például Fehér Mátyás Jenő is, olyan helyszínek felkeresésének, ahová Nagy Károly egykoron bizonyítottan elajándékozta az avar kincstár darabjait. Ezért voltak a kalandozások célpontjai például az apátságok. Így kerülhetett Rómába a Szent Korona, és innen a római típusú kereszténység felvételének fejében vissza Szent István fejére. Kalandos történet, de nem elképzelhetetlen. Olyan elmélet is ismeretes, mely arról számol be, hogy Nagy Tudum avar Kagán 796-os áheni látogatása alkalmával vitte ajándékba Nagy Károlynak, akit 800-ban harmadik Leó pápa ezzel koronázott meg. 1000 húsvétján harmadik Ottó megtalálta Nagy Károly sírját és benne a koronát, amelyet elvitt második Szilveszter pápának, aki ezt küldhette Szent Istvánnak. Innen folytatjuk. Előadásaimról, könyveimről, a különféle istentiszteletekről, utazásokról és egyéb programokról a napvallas.hu oldal eseménynaptárjából tájékozódhatsz. További érdekes témákkal találkozhatsz a Száraz György, valamint az Igazságkereső című YouTube csatornámon, vagy ellátogathatsz a napvallas.hu és a boldognapot.hu honlapjaimra is, amelyek saját Facebook oldallal is rendelkeznek. Köszönöm a megtisztelő figyelmedet, Száraz György voltam, boldog napot!